Szent István Egyetem budai kampuszának, a rovartani tanszékének a fejlesztése, és nézzük meg, hogy milyen módon rajzanak a tarka szőlőmojnak az imágói, a szárnyas alakjai. Ugyanúgy működik, mintha a szőlő tőkére kordorra akasztanám ki a kis házikóban az illatanyagot és a be nem száradó ragaslapot. Az érdekesség ennek az eszköznek az, hogy minden nap mér, és ezt most már a rovartani tanszék jóvoltából bárki megnézheti. Mellékelem a jelszót és a belépési lehetőség adatait, tehát ez olyan, mintha minden nap kisétálnék a szexferomon csapdámhoz, a házikomhoz, mint ahogy majd az almamolynál megtesszük rögtön, és minden nap kikaparva a molyokat egy nagyon pontos rajzási diagramot tudnék felrajzolni. Azaz sokkal pontosabban meg tudom határozni ezzel a napi méréssel azt, hogy mikor kell elvégezni a permetezést a tarka szőlőmoly ellen.